Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Szent Anna és Emmanuel gimnáziumban. Gyökeres Sándor igazgatóról beszélgetünk, hiszen nyílt napot tart az iskola. Rengetegen eljöttek, gondolom, hogy nem is számítottak ennyi létszámra, hiszen hamarabb is elkezdték a tájékoztatót a gyerekeknek, hiszen nagyon sokan érkeztek. Igen, valóban sokan érkeztek a nyílt napunkra, de ez már egy bizonyos fokig hagyomány, hiszen az elmúlt években is nagy érdeklődés mellett zajlott ez a rendezvényünk, és jelenleg is sokan kerestek fel bennünket. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy mindenki minket választ, de kétségkívül az érdeklődésre, ami irántunk megmutatkozik, egy komoly mutatószám. Itt láthattunk egy bemutatkozó filmet az iskoláról, és itt az előbb sorolták, hogy mi mindent lehet megnézni, és az is elhangzott, hogy a gyerekeket is bevonják, tehát a nyolcadikosok is kérdezhetnek, és ugyanúgy őket is bevonják egy-egy tanórába. Ez azért fontos, hogy lássa közelebbről, hogy ha idejön, akkor mire számíthat, ki az a pedagógus, aki tanítani fogja őt? Igen, végül is ennek a foglalkoztató jellegű nyílt napnak az egyik legfontosabb előnye, hogy aktívan részt vesz az órán, tehát látja azokat a módszereket, azokat az eszközöket, amivel később is találkozni fog, hogyha iskolán tanulója lesz, és tulajdonképpen azokat az érdekes kísérleteket állították össze kollégáim, amikbe a tanulók bevonhatók, amiben részt vehetnek, traktorvezetés, mérhetnek különféle olyan mérőeszközökkel, amivel most találkoznak először, olyan paramétereket, amik kétségkívül a mindennapi élet fontos részeit alkotják, és később a szakmai képzés része is lesz. Itt elhangzottak, hogy milyen szakokra várják a leendő nyolcadikosokat, az is elhangzott, hogy kollégium is biztosított, biztos, hogy voltak már telefonos érdeklődők, itt szülők is eljöttek, tehát gondolom, hogy ma azért nagyon sokan el fogják dönteni, hogy jönnek ide, vagy esetleg még keresgélnek januárig. Igen, biztos, hogy hatással vannak ezek a nyílt napok, legyen bárhol is, azokra a tanulókra, akik a pályaválasztás előtt állnak, hiszen egy-egy egyetem vagy főiskola is, mikor megrendezi a nyílt napját, és tőlünk is elmennek diákok, akkor érezhetően motiváltabbakká válnak, érdeklődőbbek lesznek, hiszen szeretnének elérni azt, hogy bekerüljenek ezekbe az intézményekbe. Itt akkor, ha nem is minden szakot, de amit szeretne elmondani, hogy mi mindenre várják a 2017-ös, 6-os, 6-an évre a diákokat? Igen, hát a gimnáziumi képzéseink az a belügyi rendészeti pályaorientációval kiegészített általános gimnáziumi képzés, az emelt nyelvi óraszámban folyó szintén gimnáziumi képzés, ahol szintén választható a pályaorientációs belügyi rendészeti képzésünk is. Itt vagy a német, vagy az angol választható emelt szintű képzésre, és a szakközépiskolai képzések közül pedig a környezetvédelmi technikus kimenetű, a mezőgazdasági gépész technikus kimenetű és az élelmiszeripari technikus kimenetű képzéseket ajánljuk, amelyeknek természetesen felsőoktatási folytatása is lehetséges. És a szakiskolai képzésünkben mezőgazdasági gépész, illetve molnár képzésre várjuk a jelentkezőket. Ez a molnár képzés az új képzés? Nem emlékszem, hogy idén lett volna. Igen, ez valóban egy új képzés. A jelenlegi ismereteink szerint egyedül az országban itt folyik ilyen képzés, vagy itt hirdetjük. Elsősorban Dunántúlon van komolyabb kereslet ez iránt a képzési forma iránt, főleg azért, mert az elmúlt években nem volt ilyen. És hát gondolom, hogy itt azért a gyakorlati képzés is biztosított hiszen mi is voltunk, megmutattuk már az építkezést. Hol tart most ez az építkezés? A új élelmiszeripari tanüzemünk elkészült, gyakorlatilag az készen van. Jelenleg a technológiai gépsor közbeszerzési eljárása folyik. Az is gondolom a napokban kiírásra kerül, és tavaszra befejeződik a épület teljes felszerelése. És hát gondolom szeptemberre akkor azért már előtte a kis próbaüzem is meg lesz mindenhol, tehát akik szeptemberben ott már élesben tanulnak, ők már akkor olyan körülmények között, ami megfelel minden előírásnak. Igen, természetesen az a terv, hogy a élelmiszeripari üzemünk az még valamikor a tavasz, a nyár folyamán már termelni is fog. Reméljük, hogy akkor ebből a sok-sok gyerkőcből sokan fognak idejönni, és nem lesz beiskolázási gondja a Szent Annainak. Igen, mi is bízunk benne. Mi is köszönjük.